Áll a víz ebben a szikkasztó árokban az Udvarhely utcában. Eddig ezek próbálták elvezetni az esővizet, nem sok sikerrel. Újszegeden két helyen, az Udvarhelyi és a Verseny utcában már lefektették a folyóka elemes vízgyűjtőt, amit a nyílt árkokba kötnek át. Amit itt konkrétan helyszínen látunk, ez a nyílt mederburkoló árokelemekből készült új csapadékvízelvezető rendszer. Az árok mélysége 50 cm, és a betonperem felső síkját a csapadékvíz megfelelő elvezetési érdekében mindig az út, illetve a járda szintjéhez képest pár centivel mélyebben készül. A vasbeton elemekkel bélelt árkok a befogadóhoz szállítják a vizet Újszegeden, a Holtmarosba. Az ároknak lejtés kell, ezért a befogadóhoz érve mélyül, de sehol nem haladja meg az 1 métert. A munka némi kellemetlenségekkel is jár a lakókra nézve, de igyekeznek ezt is orvosolni. A kapubejárók a csatornázás folyamán nyilván fölvágásra kerülnek, de ezt mindenütt eredeti állapotban helyre fogja állítani a kivitelező. Jelen pillanatban is azon dolgozunk, hogy egy napnál tovább ne legyen mondjuk egy-egy ilyen bejáró fölbontva, tehát napon belül fölbontják, és utána visszatöltik, hogy a kocsival ki be lehessen állni. A csatornázás városszerte őszóta több helyen zajlik, Szőregen, Kiskundorozsmán, Újpetőfi telepen és Tápén. Most a munkálatok felénél tartanak, és várhatóan május-júniusra fogják befejezni. A 12 km hosszú csatornahálózat kiépítését 3 cég végzi. A teljes beruházás bruttó 1 milliárd forintot tesz ki.